így néz ki vidéki Ausztria, ahol vannak tanyák, Bauernhofok. Buchnál vagyok. Mai nap, megmutatom nektek. Gyönyörű Ausztria egy másik részét. Völgy. Jellemzően a település szerkezetre kis települések, kicsi falvak, pár száz fős csoportosult házak, és mellette, illetve 6-7 km távolságban a legtöbb helyen ott van az autópálya, látjátok, ugye? Igen, és akkor ott fönt is laknak, gyönyörű, jön egy traktor. Távolban van a templom. Nem lehet kihagyni ezt a gyönyörű tájat, hogy megmutassam nektek. Olyan gyönyörű is, és nyugalmas. És. Gyönyörű. Ott lent volt az autópálya. Haladok Kronberg felé, ez is egy gyönyörű völgy, más szemszögből itt magasabban fogok majd lenni. Egyik oldalon van a szépség, a másik oldalon pedig a gazdaság. Jön egy motoros. Szerintem itt soha nem fogok odaérni. Illetve hát nem is, nincs is semmi konkrét, hogy hova biciklizek, hova visz az út. Jó kis emelkedő van. Ugyanaz kétszeres nagyításba. Remélem, hogy így is elég éles lesz a videó. Wow. Csodás. Jaj. Oké. Kronbergnél vagyok. Itt van egy gyönyörű kirátó és egy kápolna. Itt van Kronberg. Itt látszik is a tábla. Kicsit közelebb jövök, hogy maradjon az emlékezeteltekbe, hogyha erre jönnétek, akkor legyen rá emléketek. Itt van egy tipikus osztrák ház, egy Bauernhof. Szerintem nagyon csodás. Wow, imádom. Ott hátul már látszik a tó. Ott már kékül a tó. Onnét a kilátóról gyönyörűen fogjuk látni a tavat. Egy gyönyörű tál. Most olyan németül mondtam, egy gyönyörű völgy fog majd elénk tárulni. Itt, ahogy jövök fel, vagy tekerek majd fel az úton, el fogok menni a tűzoltóság épülete mellett. Most közelül nem akarom fölvenni, de itt a tűzoltóságnak nagyon nagy becsülete van. Vadonatúj szuperépületekbe vannak. Most azt nem tudom, hogy ezek állami vagy helyi önkéntes tűzoltók, de általában ők szervezik a helyi rendezvényeket. Úgyhogy tűzoltó fest, hogy mondják. Hú, most már magyarul nem is tudom, hogy van, várjatok, tűzoltó. Tehát ilyen mulatságok, vagy ilyen fesztiválok, igen, fesztiválok. Ott fönt van még egy tanya, és szóval valami ilyen életet kéne, hogy elképzeljünk mindannyian magunknak, akik nem szeretik a városi életet,
ahol van egy ház, és akkor van hatalmas legelő körülötte, és akkor meg tudod teremteni magadnak azt a jövedelmet, amire szükséged van, és egészségesen étkezel. Itt már egyre jobban közelítek a Kronbergre, a kilátóhoz. De mutatom, hogy milyen gyönyörű már most. Nézzétek! És akkor majd ezen az úton fogok felfele menni, illetve biciklizni még egy darabig. Itt van egy parkoló, ahol meg lehet állni, hogyha autóval jössz. És itt mindjárt oda megyek a táblához. Itt van a térkép, a túraútvonalaknak a térképe. Lehet, hogy kettőszörös nagyításban, igen, látszik, jobban látszik. Így. Itt lehet mountain bike-kal is, és gyalogosan is túrázni. Mindjárt egy. Itt végül is már autóval azért nem lehet fölmenni, mert ez már az erdészethez tartozik, de a biciklivel és gyalogosan minden erdőbe be lehet menni. Itt van ezt a sorompót ki lehet kerülni, és akkor itt mellette van a biciklis út. Itt mutatom. Mondjuk én nem mountain bike-kal vagyok, és én ezért nem megyek most itt fel, de gyönyörű a kilátás, hogyha valaki meg akar. Mert lehet, hogy majd legközelebb megmutatom. A koló nem nagy, de tudom, családi túrázásra, hogyha autóval jöttök fel, akkor is nagyon szuper, mert itt tudtok parkolni, és akkor tudtok felfele menni. És akkor most megyek majd visszafele, lefele. Itt ezek a táblák jelzik, hogy milyen messze vannak a célpontok. És bocs, hogy itt kukát is kell mutatnom, de itt van például, azt mondja, hogy 3,5 óra, és akkor itt van egy felhívás a kerékpárosoknak. Tehát ezek ilyen figyelmeztetések, hogy mire figyeljenek a kerékpárosok. Kezdődik a szépség, a csoda. Ott megy a hajó a tón, vannak ilyen hajókirándulási lehetőségek is, vannak is kör, nagy kör. Úgyhogy így néz ki a... Itt van mindjárt a kápolna is, elérjük. Aztán a kápolnához. Itt van a térkép, sport és szabadidő programok. A kápolna. Ez a Kronberg kapelle terület, ez egy privát bezit, tehát privát tulajdonosa van, és akkor itt tartanak különböző rendezvényeket és esküvőket. Tehát itt, hogyha valaki tartaná az esküvőjét, akkor ennél a családnál kell jelentkezni. Ez egy csodálatos hely. Oh my god. Nagyon-nagyon gyönyörű. És ahogy olvastam, minden nyári hónapokban, vasárnap délutánonként van itt valami istentisztelet is. Még nem voltam. Ilyen a... És akkor itt van. Ennek a helyén volt egy 1800-as években, amit 3 gazda építetett. Volt egy ilyen fa építésű kápolna, és akkor 1900-as években építették újra. Wow. Most megpróbálunk bemenni. Reméljük, nyitva van az ajtó.
Itt Ausztriában az jellemző a templomokra, hogy nyitva vannak az ajtók, nem úgy, mint Magyarországon, hogy be vannak két lakatra zárva. De ez is egy nagy marhasság, hogy ezt meg azt ellopnak. Azért volt egy ilyen időszak, amikor azzal magyarázták, hogy be van zárva az ajtó, a templom ajtó, hogy valamit elloptak. Ó, nem hiszem. Ilyen belülről. Szóval Ausztria egy keresztény ország, és ez nagyon-nagyon örvendetes. Jézus követő ország. Mária, kis Jézus van. Wow, nagyon szép. Még egy utolsó pillantást vetünk. Tehát így meg lehet oldani, ahol az értékes dolgok vannak, azokat lezárják egy ilyen rácsos ajtóval, pedig már a modernebb években, vagy időben pedig még van szentelt víz is. Jaj, de jó. Modernebb időkben pedig már lehet kamerával megfigyelni. Az ajtót be kell csukni, ki van írva. Bitte Tür schließen. Oké. És akkor hát még itt van egy másik, és megkerülöm a templomot, illetve hát ezt a kápolnát. Gyönyörű, gyönyörű völgy. Nagyon-nagyon szép. Itt azért jó kis rendezvényeket lehet tartani. Hoppá, jöttek. Már Szent Georgenben vagyok, és mutatom itt ezt a nagyon szép patakot. Most elég kevés víz van benne. Igazság szerint. Mostanában az elmúlt egy-két hónapban nem nagyon volt itt sem volt eső, de nem olyan sok, mint korábban. Itt ez már ez tulajdonképpen a, itt egyenesen, hogyha megyünk, akkor ez a fő utca. Itt van minden. Itt most lesz a mise, hogy van. Harangoznak. Hallgassuk meg a nagy templomnak a harang zenéjét. Sparkasse. Mindenféle üzletet meg lehet találni itt. Akkor feljebb lesznek majd az éttermek. Nem akarok már nagyon másokat videózgatni, és kihasználom azt, hogy itt most nem nagyon jönnek. Igazából tehát itt ezen a szakaszon van az, hogy tehát az éttermek, a szállodák és a
cukrászdán. Szül a kerékpáros túra. Minden évben megrendezik.